hát szerintem valahogy csak megoldom. Majd itt az emelkedőnél. Hát azt kell benne lenni a tévében, hogy feltudnám. Hát ez... Itt is gúz. Innen majd... Gyertek légy, segítsetek! Az a baj, ezt szólni nem fogjuk tudni, csak vinni. Jó, csak itt nem tudok menni. Nem baj, át lesz. Szemétszedés, vagy inkább fogalmazunk úgy, hulladékgyűjtés volt a múlt héten Kerepesen. Hogy miért nem tudott erről a lakosság túlnyomó többsége? Nos, azért, mert alapvetően nem kerepesiek szervezték ezt az akciót. Meg fognak lepődni, a Nokia Solution and Networks Kft. Munkatársai jöttek egy kerepesi nagy takarításra. Gyurica László vagyok, helyi lakoszínásligeten lakom, és a Nokia Solutions and Networks Kft.-nek a biztonsági vezetője. Egy csapatépítő program keretén belül szerveztük ezt a személygyűjtést. Tavaly már csináltunk ilyet itt a környéken a kollégákkal, akkor is nagyjából 50 fővel jöttünk ki, most körülbelül 60-an vagyunk, és hát próbáljuk ezt a irgalmatlan mennyiségű szemetet egy kicsit csökkenteni itt a környéken. Nem kicsi feladat. Jelenleg a Forrás Művelődési Ház mögötti Szilaspatak forrás részen vagyunk, egy horhosba, innen szedik ki a kollégáink a több tíz köbméternyi szemetet, illetve egy másik csapat a Hungaroring megálló helytől egészen megy fel a Szárhegyig. Budapesten kb. 2500 Nokia-s kolléga, mérnök kolléga dolgozik, akik itt vannak, javarészt mérnökök, könyvelők, tehát vegyesen a cégtől, férfiak, nők és egy lelkes önkéntesek. A Nokia-nál nagyon nagy kultúrája van a természetbeli csapatépítő tréningeknek. Konkrétan 2 napot fizet a Nokia a munkavállalói részére, hogy ezt a napot, ezt a csapatépítő napot gyakorlatilag munkanapként írja jóvá, és ez egy roppant jó közösségépítő tevékenység. A szemétmennyiségét jelen pillanatban én csak satszolni tudom, ugyanis több helyeken egyen gyűjtünk. Körülbelül 20 és 30 köbméter szemetet gyűjtünk össze a két csapattal. Mi lesz a sorsa? A sorsa a Tisztább Kerepesért Egyesület, Zlatnik Gábor vezetésével segíti ezt a munkánkat, és Gábor intézi a konténereket, 2-10 köbméteres konténert intéz, 2 fő gyűjtőpontra, és oda... utánfutóval fogjuk elvinni a zsákokat, mivel ide nem tud beállni a konténer. Szóval azért részt vettek kerepesiek is az akcióban, igaz, ők elég gyakran takarítanak mások után. Zlatnik Gábor a Tisztább Kerepesért mozgalom vezetője. Egy éve megalakult a Tisztább Kerepesért csoport, amivel nekiálltunk Kerepesen szemetet szedni. Az egy év alatt elmúlt idő alatt azt gondolom, hogy több mint 1000 köbméter szemetet sikerült a lakossággal együtt, a csoport tagjaival együtt összeszednünk. Ezzel egy elég jelentős részét sikerült a településnek kitakarítanunk, mint újabb kupacokat, szemétkupacokat, mint idén már neki tudtunk állni a régebbi szemétkupacoknak, a 10 éves, 10-15 éves szeméthalmoknak, amik felgyülemlettek. Most a mai nap... apropóján Gyurica László és a Nokia cég segítségével, 60 fővel sikerült nekiállnunk. Ehhez csatlakozott hozzá még a német Andris, ő a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak az őre, aki segítségünkre van, több szemétszedés alkalmával jött segíteni nekünk már, és közös akciónkba sikerült több szemetet összeszednünk. Hát körülnézünk, rengeteg zsákot fogunk tudni megtölteni, és ezzel kitakarítva a környezetünket rendbe tudjuk tenni.